Percelmor szülőházának és parkjának botanikai és történeti nevezetességei címmel megjelent könyvnek a bemutatóját tartották Bonyhádon a Percel kúriában. A programra nagyon sokan voltak kíváncsiak, alig fértek el a teremben az érdeklődők. A könyv szerkesztője Klebovics Miklós, Tóth István Zsolt és dr. Szőcs Zoltán szerzők mesélték el a jelenlévőknek, hogy a néhai Solymár Imre helytörténész előtt tisztelegnek ezzel a kötettel, aki már 1985-ben a parkról és a kúriáról készült kézirattal megalapozta a szerzőtársak munkáját. A kézirat az akkori állapotnak megfelelően mutatta be elsősorban a parkot és a Percel család történetét egészen a II. Világháború időszakáig. Mikor aztán sor került volna arra, hogy a kéziratot könyvformájában megjelentessék, újabb ötlettel álltak elő a szerzők. Erről beszélt Szőcs Zoltán. Fölmerült bennünk, a Miklóssal és a Tóth István Zsolttal egyeztetve, hogy a történeti részben is hozzuk, vezessük végig a történetet napjainkig. Annál is inkább, hiszen a kúriának a felújítása és a parknak a felújítása új helyzetet teremtett. Mert hiszen korábban a államosítás után ez elsősorban kollégiumként működött, a parkja pedig 1976-ban, ha jól emlékszem, természetvédelmi terület lett. A park 40%-ára zsugorodott, mert beépítések történtek, részben középületek, részben lakóházak is épültek, és így ma egy kisebb területen maradt meg a park. Az a pályázat, amely lehetővé tette a park és a kúria felújítását, ez teljesen megújította mindkettőt, az épületet is és a házat is. Ahol vagyunk, az egy történelmi hely, hiszen ebben az épületben született Percel Mór, itt gyerekeskedett a parkban, itt játszott a jobbágy gyerekekkel, és amikor pedig idős korában visszavonult a politikától, akkor itt foglalta írásban, néha hexaméterekben harcait, emlékeit, és hát az ő személyisége az, amelyik ma is azt mondhatjuk, hogy Bonyhád legnagyobb fia. Tehát aki Bonyhádon született, azok közül Percel Mórt kell kiemelnünk, hiszen európér személyiség. Mint ahogy Szőcs Zoltán említette is, a könyvben a botanikai érdekességek mellett Bonyhád híres szülöttének sokszínű életét is megismerhetjük. Percel Mór a felesége halála után kezdte el papírra vetni az emlékeit, megemlítve a politikai szerepléseit, harcait, küzdelmeit, és ezekből a kéziratokból merítettek információt a szerzők a kötet elkészítéséhez. 1884-ben, ha jól emlékszem, le is közölte egy Tolna megyei folyóiratban az emlékiratait, és azóta is megjelentek már részben a Völgységi Múzeum füzet sorozatában az Idő és a Lélek, és még egy dolgozata Percel Mórnak, tehát ezek publikusak. Illetve hát van olyan, ami még publikálásra vár. Klebovics Miklós, a kiadvány szerkesztője elmondta, eredetileg a kertet botanikai oktatóparknak szánták a diákok részére, hogy biológia órák keretein belül itt tanulmányozhassák a növényeket. Most volt a lehetőség, és igazán partner volt Filonő Ferenci Bolya polgármester asszony, aki felkarolta ezt az ügyet, és támogatta. A másik percelkert, az pedig 2019-ben már, tehát 3 éve szintén, mint arborétum átadásra került, illetve hasonlóan egy ilyen kiadvány is készült. Tehát most már Bonyhádnak 2 arborétuma lesz. A könyvet széles körben szeretnék népszerűsíteni, hiszen a benne megtalálható információkról a szerzők úgy gondolják, hogy mind a fiatalok, mind az idősebb korosztály részére érdekesek lehetnek. Tulajdonképpen ahogy ez a kúria idegenforgalmi turisztikai látványosság is, tehát akik érdeklődnek a környezet iránt, és diákoknak is szeretnénk oktatási célra is, hogy terjedjen. Az iskolák, ez a következő lépés, hogy az iskolák felé majd indul egy program, hogy az információk jussanak el. A helyi honlapokon is, a város honlapjára is föl fog kerülni, és mindenképpen egy reklám be lesz indítva, hogy minél többen tudjanak róla, nem csak a
járásba, hanem országosan is. A Magyar Kultúra Napjának előestéjén tartott író-olvasó találkozón az is elhangzott, hogy a könyv a Bonyhádi Önkormányzat támogatásával és finanszírozásával készült el, hiszen pályázati forrásokat hívhatott le az értékteremtő kötetek megjelentetéséhez.